A legutóbb elhunyt áldozattal együtt az országban az elhalálozottak aránya 2,3%. Jelenleg 1907 személyt kezelnek kórházakban. Lélegeztetőgépen 127 páciens van. Az elhunytak átlagéletkora 64,3 év. Dr. Goran Stevanović, a Szerbiai Klinikai Központ fertőző osztályának vezetője szerint mindent megtesznek a legsúlyosabb állapotban lévő páciensek életének megmentéséért. Pacienti dobijaju terapiju shodno težini kliničke slike, manifestacijama bolesti i potrebi za lečenjima u skladu sa našim nacionalnim preporukama koje su urađene oslanjući se na iskustva i preporuke što Svetske zdravstvene organizacije, što druge zemalje koje imaju velika iskustva u lečenju ovih bolesnika. Apsolutno shodno tim protokolima posjedujemo sve medikamente i u ovom trenutku imamo sasvim adekvatne uslove da svakom od naših bolesnika pružimo maksimum koji možemo shodno aktualnom znanju o ovoj bolesti i ovom virusu. Dr. Dária Kisics-Tepavcsevics, a Batut Közegészségügyi Intézet igazgatóhelyettese elmondta, a fertőzöttek és az elhunytak számának enyhe csökkenése bizalomra adhat okot. Amennyiben a polgárok minden előírást betartanak, akkor előbb legyőzhetjük a vírust. To nije samo sada za pred ovaj vikend, to je generalno i više puta ističemo da je sada pravi trenutak da maksimalno skoncentrišemo naše snage i napore. Možemo da vidimo da najveći broj naših građana zaista je shvatio svoju ulogu odgovorno i savjesno i nadamo se da će ove mere koje se isprovode da vrlo brzo pokažu efekta. A szerb kormány azt üzente, hogy amennyiben a polgárok a koronavírus fertőzés gyanúját tapasztalják, azonnal jelentkezzenek a területileg illetékeseknél. Hozzátették, hogy a kormány továbbra is figyelemmel kíséri a COVID-19-es vírus járványügyi helyzetét, és minden további intézkedést a szakértők tanácsaival összhangban hoznak meg.